Szátfallal erősítik meg a töltést a Fekete-Körös jobb partján a Malomfokig átőrháznál. A csütörtöki védelmi gyakorlat feltételezett alaphelyzete szerint a folyón az eddigi legnagyobb árhullám indult el. A töltés altalaján keresztül a víz utat tört magának sarkat felé. A védvonal állapotát ellenőrző szakcsoport javaslatára ezért a vízügyi igazgatóság védelmi osztaga szátfallal erősíti meg a töltést. Ezzel egy időben megnyitják a májvádi szükségtározót és kitelepítik sarkadot. Itt pedig már indul a szivattyú. A gyakorlat forgatókönyve szerint román területen közlekedési baleset történt, és egy kamionból olaj került a folyóba. A folyamat megállítására csak itt, magyar területen van lehetőség, a szakemberek ezzel a tömlővel állítják meg a víz felszínén úszó szennyeződést. A vízügyesek így szivattyúzzák ki az olajjal szennyezett vizet, hogy aztán később elszállítsák. Pozitívan értékelte a gyakorlat tapasztalatait a vízügyi igazgatóság vezetője Bak Sándor. Hasznos, hogy azokat a fontos munkafolyamatokat, amelyeket egy kiterjedt és veszélyekkel járó árvízvédekezés során alkalmaznunk kell, azokat gyakorolni tudjuk. Az elmúlt években nem volt ilyen gyakorlatunk, közben a védelmi osztagban jelentős személycserék is történtek, ezért mindenképpen fontosnak tartottuk, hogy megteremtsük a lehetőséget arra, hogy egy osztaggyakorlat keretében frissítsük fel, ha úgy tetszik, az ismereteket. A Megyei Védelmi Bizottság titkára szerint a gyakorlat során a koordináció jelentette az egyik legnagyobb kihívást. Most egy olyan gyakorlatról beszélünk, aminek most a bemutató napján vagyunk jelen, tehát ezt megelőzően már voltak feladatok. Hát itt a legnagyobb problémát, illetve kihívást azt mondom, mindig azt jelenti, hogy az összeköttetést a társszervek között hogy is tudjuk úgy megvalósítani és a feladatokat koordinálni, hogy végül is minden olyan feladat, szükséges feladat végrehajtásra kerüljön, ami egy ilyen szituációban szükséges is kell. A gyakorlat jelentőségét növelte, hogy a védelmi osztag tagjai közül többen most először vettek részt ilyen megmozduláson.